Sokan tartanak attól az Egyesült Államokban, hogy erőszakos tüntetések kezdődnek az amerikai elnök választás éjszakáján. Az üzletek tulajdonosai országszerte biztonsági előkészületeket tesznek. Sokan bedeszkázzák a boltjuk kirakatát, ahogy teszi ezt Martin Lackovics is. Ő a fővárosban, Washingtonban üzemeltet egy éttermet, és azt mondja, a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat rosszul érinti egy esetleges újabb erőszak hullám. A washingtoni rendőrség is készül az éjszakára, bár hivatalos értesüléseik nincsenek arról, hogy valaki erőszakos cselekményekre buzdít, de többen jelentettek be tüntetést az elnök választás napjára.